Ez az első együtt töltött karácsony a kisfiammal, és hagyd mondjam el, hogy még soha nem volt a karácsony ennyire idegesítő. Mielőtt bárki félreérti, nem arról van szó, hogy nem tudok örülni az ünnepnek, hogy engem nem kap el a karácsony szelleme. Csak amíg így örülök az ünnepnek, meg elkap a karácsony szelleme, kb. 5-ször lefölvök a bőrömben. Azt hinnénk, hogy a terhességgel ennek vége, de igazából ez az egész csak most kezdődik. Az van, hogy Félix-szel beértünk a dac korszak elejébe, tehát akinek mond valamit, ez az tudja, hogy miről beszélek, de akinek nem, annak elmondanám, hogy úgy képzelje, hogy éjjel sír, nappal sír, reggel sír, délben is sír, és hát utána délután is sír. Na most egy ilyen gyerekkel, egy ilyen korszakban lévő gyerekkel pusztán a felöltözés, etetés. Vagy hogyha csak vécéznem kell, akkor is igazából tök jó, mert mindig van társaságom. Tehát, hogy vele semmi nem egyszerű, cserébe minden nehéz. Múltkor például elhívtak minket mézeskalács sütő workshopra. És tehát ott kezdődik, hogy Félix ugye 10 hónapos, és akkor így látom, hogy más gyerekekkel tényleg készülődnek, mézes kalácsot sütnek, télapó ünnepség van, de nekünk eddig minden a lehető legrosszabbul alakult. Tehát eljöttek erre a mézes kalács sütő workshopra, és így elképzeltem, hogy Félix kávé egy perc után az ölembe azt csinálna, hogy így hátra vágná magát, és hát így ennyi lenne a program. Az biztos, hogy a mi mézes kalácsunk az nem készülne el, viszont én kikészülnék idegileg 5 perc után, úgyhogy talán majd jövőre részt tudunk venni ilyen dolgokon. Most viszont ez a karácsony teljes mértékben az ideg szálaim pengetéséről szól. Ha új építésű házat vagy lakást szeretnétek, ott lesz ingatlan videófotó. Anyukám egy méterre tőlem fekszik az ágyon, és telefonozik, és... Itt a földön ülsz? Igen. Feneked alatt mi van? Felfázol meg? Egy melegítő alsó. Yeah. Mivel, hogy ugye mi videósok csak eddig szoktunk felöltözni. Na. Erről beszéltem. Most is elővettem a tavalyi gyönyörű karácsonyi fámat, csak hogy így igazán át tudjam nektek adni az ünnep melegét. Meg közben próbálom a Félixet túlordítani. Én amúgy azért inkább bejön is. Amúgy anya vigyázna rá, de ő inkább bejött, akkor most mi van? Anya, menjél már ki. Miért? De nem akarok kimenni. Az a baj, hogy félünk tőle. Én nem merek kimenni a gyerekhez. Az idei karácsony, meg igazából innentől kezdve életem összes hátralévő karácsony, amíg Félix nem lesz elég nagy, úgy kezdődött, hogy mit kér Félix karácsonyra? Félix mit kér karácsonyra? Mit vegyünk Félixnek karácsonyra? Félix karácsonyra mit szeretne? Milyen ajándékot vegyünk neki? Mi a jó Isten tudok erre... Oh, karácsonykor ilyet nem mondunk, tehát mit tudok én erre mondani, hogy egy 10 hónapos gyerek mit kérhet mégis karácsonyra, mert kalácsonyra. Szóval karácsonyra, mert hogy ugye úgy igazán semminek nem tud még örülni, tehát mindenféle játéka van, de tényleg minden. És amivel a legjobban játszik, az általában egy palack. Arra gondoltam, hogy igazából annak örülne, mindenkitől kapna ajándékba egy karton vizet, és akkor becsomagolnám a kartont, és akkor jó sok palacka lenne, de nyilván ilyet nem mondhatunk, hát játékot kell neki venni, legalább egy percig úgy is fogja érdekelni, aztán majd ott porosodik. Úgyhogy, ha bárkinek bármi ötletem, hogy egy 10 hónapos gyereknek mit lehet karácsonyra venni, az írja le kommentben. Aztán voltunk Mikulás ünnepségen is, hát 5 percig, mert hogy ez egy ilyen szabadtérű Mikulás ünnepség volt, és elmentünk Félix-szel, aki éppen beteg volt, mert elkapott egy ilyen 3 napos láz, ez a neve, és tiszta kiütés volt a teste, meg nagyon lázos volt, de hát mondták, hogy ez már nem fertőz, mert onnantól kezdve, hogy megjelennek a piros pöttyök, nem fertőz ez a dolog, és nyugodtan kimehetünk vele, meg nem befolyásolja a betegséget a levegő, úgyhogy elmentünk vele,
nagyon be lett harangozva, hogy a télapó majd a szánon érkezik, és ez az amaz. Mire mi odaértünk, a télapó egy műanyag sátor alatt, egy műanyag kerti széken ült farmerben, és az összes gyerek bőgött. 3 percet bírtunk ki ott, a -2 fokban, úgyhogy tök jó, mert az idei első, élet első télapózása sem jött össze. Tavaly ugyebár terhesen megfogadtam, hogy online bevásárlást fogok végrehajtani, tehát hogy én Black Friday-on biztos, hogy sehova nem megyek, mert hogy mindenhol tele vannak a boltok, sorbaállás, pláne terhesen ezt nem nagyon lehet kibírni, na de gyerekkel még inkább úgy nem lehet kibírni, úgyhogy gondoltam, hogy én nem kínlodok, én mindenkinek online mindent megrendelek. Ezzel az az egy problémám volt, hogy Félix-től még a számítógépet sem tudtuk bekapcsolni, mindenféle túlzás nélkül, ugyanis nem hagyta. Tehát most annyira anyás és annyira apás, hogy 5 percet, ha lerakom, akkor így sír. Ez azért van, mert voltam Londonba egy pár napot kikapcsolódni, és ugye Gabi mamék vigyáztak rá, bár ez így tök jó, meg nagyon szeret velük lenni, meg nagyon jól el van, de visszajöttünk, és kb. Olyan, mint hogyha egy gyerek meg lenne sértődve, hogy én itthon hagytam egyedül, de ugyanakkor nagyon anyás, meg nagyon jön utánam, de na, nem egyszerű vele az élet, úgyhogy gondoltuk Martinnal, hogy tök egyszerű lesz majd neten, mindenkinek mindent megrendelünk, na, semmit nem sikerült még senkinek megrendelni, cserébe AliExpressen ismételten elköltöttem az összes pénzemet, de legalább Félixnek van úgy nagyjából 6-7 karácsonyi ruhája szentestére. Amit rajtam láttok, az is egyébként AliExpress. Ez a, tudjátok, ez a jó ilyen, amikor így bebüdösödik az izzadság, na olyan anyagú ez a ruha, de ez cserébe nem rossz. Ugye, anya? Én nekem adod? Neked adom. Mert hogy így az van, hogy karban kicsi. Most vagy nagyon kövér vagyok, vagy nagyon kövér. De nem, igazából arra gondoltam, hogy Félixet ugye túl sokat hordozom. Martinnak például meg kellett munkat csináltatni az öltönyét, és így mondták neki, hogy a jobb karja bicepsben 2-3 centivel vastagabb. Na most tudom, hogy mire gondoltok, de nem arról van szó, mert tényleg azért vastagabb a karja, mert Félixet hordozza, nem más miatt. Igen, amúgy jobbkezes. Na aztán ugye érkezik a Jézuska. Na, most először tapasztalom azt, majd meg, hogy ezt hogy kellene csinálni, mert hogy ugye van egy gyerekünk, aki így tipegget, legalábbis karácsonyra már biztosan lesz valami, mert így is a fal mellett megy, és akkor ugye mindent a szájába vesz, és akkor kéne egy karácsonyfa, aminek hullanak a tűlevelei, amiben belelép, megeszi, tehát hogy egy pillanatra se dőljek hátra, és nézzem meg a tévébe a télapút, vagy a reszkesetek betörőket, hanem tényleg minden pillanatban akkor Félixet kell nézni, hogy mit csinál. Viszont műfenyőt meg nem szeretnénk, mert mind a ketten olyanok vagyunk, hogy jaj, hát a karácsonyfának az illata, meg hogy csak az a meghit, hogyha anya ne szipog. Na mert hogy ugye csak az a meghit, hogyha igazi fenyő van a háznál, de hát hogy ezt is hogy fogjuk kivitelezni, ezt nem tudom, erre is várom a tippeket. Ugye ott semmi probléma nincs vele? Nincs veled probléma. Olyan, mintha lenne egy kamaszlányom, komolyan, anya nem száll le rólam. Jön utánam és csicserek, tegnap este 10-kor ültünk, mit fejeltél meg? A kartondobozot. Tegnap este 10-kor ültünk Martinnal, tehát ez a leszpódva az asztalnál, mert hogy ugye egy olyan éjszakánk volt Félix, hogy 2:30-tól 6-ig üvöltött, nem baj, ültünk az asztalnál, így anya jött, így betoppant, így a kis instamami, így a kis csillogos felsőbe, és akkor jött, és akkor mondja, hogy na hát akkor én most holnap megyek az OTP karácsonyi buliára, meg a nem tudom milyen banknak a ide-oda, aztán megyek ki a Primarkba vásárolni, aztán ez, ja amúgy meg izé márciusban megyünk apáddal Amerikába, bocs, hogy titeket nem hívtunk, csak ugye nektek gyereketek van, ha-ha-ha. És ez ment, nagyjából egy órán keresztül nem szóltunk, én csöndbe lakkoztam a körmöm, zsíros hajjal, minden, Martin is el volt foglalva így a saját kis dolgaival, pakolászott, és akkor így anya, így hogy azt mondja 12:30-kor, hogy na, akkor most felmegyek zuhanyozni. Na mondom, 2 órája indulsz zuhanyozni.
Röhög rajta. Úgyhogy igen, van egy kamaszlányunk is. Gabi mami. Valamit szeretnél még elmesélni, anya? Hát, lehet, hogy nem megyek a keddi buliba, ugyanis jövök valakinek a gyerekére vigyázni. Ennyi, bennyi, de majd Amerikában lesz időt bulikázgatni, nem? De, majd lesz. Na most amúgy ez a videó lassan rólad szól. Ez is. Eljött vigyázni a gyerekre, azt itt fekszik. De hallgatban, mert fölébred a gyerek, azt tényleg ki kell. Mert honnan tudod, hogy alszik? Csend van. Valami gyanús. Azt mondja, nem, mert fölébred, azt ki kell mennem. Azt a... És akkor ugye ezután jön a kedvenc részem a karácsonyban, az pedig nem más, mint a karácsony előtti egy hét, ami régen tényleg a ráhangolódásról szólt. Benyomtam a Michael Bublé CD-met. Ha, gyertya mécsesek, mindenütt, tényleg abszolút arról szólt, hogy hogy kap el a karácsony szelleme. Na most ez családdal úgy néz ki, hogy kitéped a hajad az idegtől, pláne hogyha van férjed, vagy párod, vagy igen, párod, mert hogy így egymást idegesítitek, és akkor olyan dolgokkal kell foglalkozni, mint hogy az évvégi csekkbefizetés, karácsonyi nagy bevásárlás, beiglisütés, és úgy néz ki, hogy Martin berakja a beiglit, mivel nálunk hál' Istennek ő süti meg a beiglit, és kb. Ez a csinálod ma, megvetted ma a makot, és akkor mondom neki, hogy tönkre süsd már a beiglit, egy óra múlva kb. Félixnek aludni kell, és ez a full stressz, komolyan mondom, egy ilyen ébresztórát be lehetne állítani, így óránként pittyek, hogy éppen milyen dolgunk van, mi jön, és ez a este úgy ülünk le, hogy kb. Jó, oké, én meghaltam, tehát hogy teljes mértékben arról szól, hogy lótunk, futunk, és próbáljuk túlélni. Ez a helyzet, próbáljuk túlélni. De nem baj, mert most ez kikívánkozott belőlem, és én most kameraterápiát tartok, úgyhogy tök jól esik ezeket a dolgokat kimondani, és ha velem vagytok, nyomjatok egy lájkot. Aztán ugye karácsonykor autóba fogunk ülni, és utazunk innen Szolnokra, onnan Tatabányára, tehát hogy Félixel mindenhova, és azt tudni kell, hogy Félix kb. Az egyetlen gyerek a világon. Jó, nem az egyetlen, de abban az 1%-ba tartozó gyerekek közé tartozik, aki nem alszik az autóban. Nem. Tehát, hogy múltkor egész éjjel ordított, elindultunk, hogy jó, majd akkor az úton hát alszik. Másfél óra az út ugye ide hozzánk hazáig, és egy másodpercet sem aludt, úszás után sem alszik el. Egyszerűen hiába ültettem autóba úszás után, és mentünk le Tatabányára, ami egy órás út volt, biztos, hogy nem aludt, úgyhogy nem tudom, kemény lesz ez is, de majd az ünnep szeretete átsegít ezen is. Nem tudom, Félixet megszállta a démon? Mik ezek a hangok? Na és akkor ugye megérkezünk, öltözünk, vetkőzünk, levetkőztetem a Félixet, leveszem a harisnyát, feladom rá szép nadrágot, blablabla, tatara, és akkor jön az, hogy álljunk össze egy kép, és akkor mindegyik képen tudjátok, ilyen szopott gombóc fejem lesz, ez a vigyorogsz, igazából a szemeid azt sugalják, hogy légy szíves, segítsetek. Hát annak idején, karácsonykor, szentesten, 25-én mentem a pletykába, tatára, aztán verettem, sőt, még két évvel ezelőtt is, hát ugye a karácsony egyértelműen a másnaposságról szólt, legalábbis a 25-e, mert hogy, vagy a 26-a, mert 25-én van a buli. Tehát, hogy nálunk ez hagyomány egyébként ott Tatabányán, meg Tatán, meg a környéken, hogy a pletykába, úgy mekkora szponzor csápletyka, tehát, hogy a pletykába mindig vannak ezek a bulik, és akkor én ott verettem. Korlátnál. Anya verte a korlátnál. Szóval öntsünk tiszta vizet a pohárba. Én szeretek a Félixel otthon lenni, nem ezzel van a probléma, hanem azzal, hogy olyan dac korszaka van, hogy ha már így is, úgy is buliznom kell, éljél, meg hangzavar van, akkor tök jó lenne, ha nem a Félix sír, hanem legalább egy szórakozó helyen lennék. De most a Félix sír, mert dac korszaka van. Ez van, túléljük. Jövőre meg majd biztos másról fogok már beszélni, hogy milyen a karácsony, más problémákról. Ilyen a karácsony.
És hát ugye a karácsony szilveszter közötti időszak az pedig mindig arról szólt, hogy tökre szerettem meghallgatni ezeket az éves tracklisteket, hogy mik mentek ebben az évben zenék, most pedig évtizedet zárunk, úgyhogy biztos egy csomó jó zene megy a rádióban, meg ugye így lehet szavazni, meg minden, és ugye hangolódtunk a bulira, meg minden. Na most szeretném felolvasni, hogy most idén, tehát most, ezt ma láttam, mi a YouTube-os keresési előzményem. Három kis cica, Crybabies, Baba altatózene, fejlesztő játékok házilag, készségfejlesztő játék, Fisher Price rókakóma, Fisher Price tanuló kutyus, Vétek sétagolyó. Mi? Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére. Hello darkness, my old friend. Hogy mondjam, elég is. Bogyó és Babóca, Boba vonat, Alma együttes, Buborékelmű együttes, én elmentem a vásárba, apart alatt, kacag, fejlődj, kicsi gesztenyeklub, Tomi mesék. Ki az a Tomi? Bogyó és Babóca, a fülgyulladás. Jaj, gyorsan siessünk Bagoly doktorhoz. Ez bizony fülgyulladás. If you know, you know. Igen, valóban nehéz nekünk kisgyermekeseknek a karácsony, és tényleg próbáljuk valamilyen szinten így túlélni, meg átlendülni a nehéz időszakon, viszont ez tényleg mindenféle kétséget kizár, hogy velük a legszebb a karácsony, és értük a legszebb a karácsony, és nekik a legjobb egyébként karácsonyi ajándékot keresni, még akkor is, hogyha tudod, hogy pontosan egy percig fogja a figyelmét lekötni, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy most már idén itt van velünk Félix is, a többit meg majd megszépíti az idő, szokták mondani, úgyhogy ezzel kívánnék nektek. Mi náluk? Mikor Instán volt valami poszt, hogy hát igen, ugye a gyerek miatt olyan az alakom, amilyen, és akkor a Gabi mami így odaírta le, hogy igen, nekem is miattatok olyan az alakom, és így ilyen a nő. Kösz! Na, erről beszélek, hogy a család, meg a izé, na. Viszont mindez nem számít, és nem érdekes akkor, hogyha az igaz szerelmet tudod, hogy már soha nem hagy el. Mert hogy ugye minden évben eddig ha szingli voltam, ha nem, ha volt valaki, a karácsony mindig egy picit ilyen felfokozott érzelmekkel bírt, és ilyenkor elkap a romantika. Ha szingli vagy, végig bőgöd, vagy reméled, hogy majd összeszedsz valakit a karácsonyi bulin, a céges bulin, vagy a pletykában, hát mondjuk. Tehát, hogy valahol összeszedsz valakit. Viszont nekem a szerelmem megérkezett idén, az örök-örök legnagyobb szerelmem, ez pedig Félix, úgyhogy a Last Christmas-re most már minden pillanatot megér az, hogy vele lassúzhatok. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears I'll give it to someone special.